Szevasztok, ez itt a Game Day Iroda és a Horizon Zero Dawn 2-es gameplayünk. Az előző gameplayben megnéztük, hogy úgy általánosságban milyen a játék, ebben a gameplayben pedig megnézzük az RPG elemeket és tolunk egy sidequestet. Először is, ha megnyitjuk a menüt, itt látjátok, nem sok minden van, ami közül lehet választani, de azért elég mély ez a rendszer. Skillek, inventory, crafting, a hatalmas nagy térkép. Az ennyire hatalmas nagy térkép. Küldetések és a kis logod. A küldetések fül a legsótlanabb. Aktív küldik, fő küldik, mellé küldik, ezek azok a küldik, amiket te raksz ki magadnak. Például itt van, hogy a Resource Satchel Upgrade 2-t meg akartam csinálni, kiraktam magamnak is küldetésbe, jelezte, hogy melyik resource-ból mennyi kell, és szépen addig gyűjtögettem, aztán láttam, hogy összegyűlt, szépen beléptem a menübe, kikraftoltam, szevasz. Vannak bandit campek, vannak ezek a tollnekek, amiket megmásztunk az egyes gameplayben, és vannak természetesen a hunting grounds-ok, és még ki tudja mik, mert van még két undiscovered dolog, hiába játszom már legalább 6-7 órája a játékkal. Igen, és akkor még egyszer, tehát 6-7 óra játék után van ennyi felfedezve. Vagyis hát ennyi se, mert én ugye itt állok, és ide megyek. Csak a tollnek miatt most már látjuk ezt a bagást is. Én azt mondom, legyen ez a kis bandit camp küldetés. Nem tudom, hogy mi lesz, de 5000 XP, azt szeretjük, oda fogunk menni. De még mielőtt tovább megyünk, itt a crafting menü. Crafting menüm belül lehet a fegyvereket tápolni. Például ugye a kék fegyverek a rare fegyverek, a zöldek az uncommon fegyverek. Látok ilyen kis pöttyöket a fegyvereknél, ez azt jelenti, hogy két modification hely van a fegyóban. Ezeket a modificationeket mindenhonnan beszerezhetitek, és bele lehet tenni a fegyóba. Például ez plusz 22 tier, azaz ilyen armor leszedő képesség, a másik modification pedig 13% stabilitás, illetve még plusz 6% armor leszedő képesség. Ugyanez van a fegyvereknél is, azokat is lehet tápolni, és akkor természetesen itt vannak a csapdáid, a lőszereid, a gyors fast travel packnek hívják, egy takarónak néz ki, lehet vele gyorsan utazni, értitek? Én is mindig betakarózva szoktam gyorsan utazni. És a carry capacity-t hagytam utoljára, ez egy nagyon fontos slot, az egyik kedvencem, mert én mindenből szeretek a lehető legtöbb dolgot magamnál tartani. És a különböző fegyverek különböző lövedék típusaira különböző ilyen carry capacity-t van. Igen. Tessék, kérem, szépen weapon satchel upgrade, az azt jelenti, hogy 15 fegyvert tarthatok magamnál, hogyha én ezt kikraftolom, de mivel nekem van összesen 4 fegyverem, erre azért annyira jelen pillanatban nincsen szükségem. De ugyanígy itt van, hogy mennyi páncél lehet nálad, mennyi resource lehet nálad, és ez már nagyon fontos, mennyi lőszer lehet az egyes fegyvereidhez, szóval ez a kedvenc fülem, ezt akkor fejlesztem, amikor csak tudom. Resource Satchel Upgrade 3-hoz mi kell? Boar Bone. Ó, hát azt nem is nehéz szerezni, bakker. És plusz 20 capacity, az nekem kell, mert hogyha átlépünk az inventory fülbe, akkor azt látjuk, hogy resources, és hát van pár a játékban, és hát még fér, de a több az mindig jobb, mondta Imre. Szóval itt az inventory fülnél láthatjuk, ki is van írva, 5/10 a nálam lévő fegyverek száma, 3/10 az armor modification-ok, az már majdnem tele van. Ezt is fejleszteni kell, úgy érzem. Vannak akkor természetesen az alapanyagok, vannak kincses ládák. Itt van nálam egy, ezt most ki is bontom. Blaze, oké, köszi, ezt minden robotból tudunk szerezni, úgyhogy köszi semmit. Special tárgyak, lőszerek, és ugyancsak csapdák, és HP visszatöltők, és akkor a skill tree. Ahogy látjátok, 3 elosztható pontom van jelen pillanatban. 3 különböző csoportra szedték szét a képességeket. A Prowler az lefordítható mondjuk dexterity-re, ügyességre, tehát minden, ami az ügyességgel kapcsolatos skillek. A Brave az az erő, az energia, minél nagyobbat is többet sebez. És a Forager az pedig a gyűjtögetés, a saját magad hílelése, meg ezek a nagyon hasznos kis, nem is kis, nagyon hasznos, nagy képességek.
Úgy gondoltam a játék elején, hogy akkor tudok jól és hatékonyan haladni, hogyha mindjárt rámegyek a Gatherer-re, ami azt jelenti, hogyha én lootolok, akkor van esély arra, hogy még plusz extra tárgyakat is lootolhatok. Ennek a következő szintje természetesen, amikor robotokat is lootolsz, tőlük is van extra alapanyagom. Meg persze raktam arra, hogy gyorsabban hílelődjek, és raktam a füttyögésre, amit az előző gameplayben meg is mutattam, továbbá az overdrive-ot, ami azt jelenti, hogy átfordítok szövetségessé egy ellenséges robotot, azt kitoltam maxra, increases the time a machine will remain overridden indefinitely. Erőnél nem tartottam fontosnak még a skillpontok osztogatását, a leghasznosabb az, hogy le tudom lassítani egy picit íjazás közben az időt, így könnyebben tudok célozni. Viszont ami nagyon fontos, a dexterity ügyesség szekcióban a Silent Strike, mert ennek a segítségével tudod a leggyorsabban tolni az XP-ret fölfelé, elrejtőzöl a bokorban, odafüttyögöd a robotot és egy ütéses killel lenyomod. Van még a Hunter Reflexes, ez mondjuk csak azért, mert ez nagyon látványos, hogyha ugrasz és előveszed az ijjadat, akkor itt belassul az idő. De amire most rakni fogok, egy skill pont a Silent Drop-ra, hogyha magas helyről leugrasz, akkor ne hallják meg a környező robotok, és azért teszek arra, mert a következő skill, ami jön utána, az nagyon fontos, low profile, kevésbé látnak meg a robotok. Előző gameplayben nem sokat bénáztam, de higgyétek el, rohadt messziről kiszúrnak, főleg nappal, úgyhogy ha valami fontos, akkor a low profile-nak a kifejlesztése az az. Jó, rengeteget beszéltem, úgyhogy húzzunk is, induljunk a Bandit Camp irányába. Hát és ezt ilyen most paraszba lejövök. Ho-ho-ho. Nincsen hátasom, de ott a hátasom. Ajaj, ketten vagytok. Ez így mégse annyira jó. Akkor viszont az legyen, hogy ezt ide fütyögjük, kinyírjuk, kell az XP, és a mögötte lévőt pedig megszelidítjük. Yes! Ennyike. Ez gyalog, mocskos sokáig tartani. Halkan megjegyzem. Kill the bandits. Akkor mi van, hogyha nem egy premier plan berohanunk, hanem én azt mondom, hogy mint a Metal Gear-t kezdjük el játszani a játékot. Nem véletlen a párhuzam, hogyha megnézitek most mit csinálok. Tegelem az embereket, mert sötét van. Nem nagyon láttam, hogy ki merre van. Úgyhogy az a jó, hogyha más nem, legalább a kis nyilakat lássuk az emberek feje fölött. Kérdés, meglátja valaki a hullát? Hát hogy ne? Headshot. Jobb alsó sarokban látjátok, hogy 16 ammóm van. Olyan sokat kell craftolni a játékban, hogy itt a weapon wheel, és az X gyors gombra, ó, véletlen kétszer nyomtam meg, rá is van rakva a craftolási lehetőség. Na, lemászol le onnan föntről, megláttad el, haver, nem? Akkor viszont ne is mász le. Kiszednek onnan én.
Highlight Track, ami azt jelenti, hogy ezt az embert kiválasztottam, és mutatja az útvonalat. Ez egyébként működik a robot állatokkal is. Nagyon hasznos. Például látjátok, hogy ez a csávó gond nélkül átjön itt a bokor mellett. Mit sem törődve azzal, hogy én itt akarok bujkálni. A sárga cuccok mászhatók úgy, hogy akinek Uncharted-ezni van kedve, az azt is megteheti. Jézusom, hányan vagytok? Hát ezt elcsesztem, mert riadóztak. Te voltál? Te voltál. Nem kellett volna. Ho-ho! Fight back, damn you all! XP-t se sokat kapok, értük, hiszen ez egy level 7-es quest. Látjátok? Nem minden lövés talál. De az ő lövése talált. Nem is baj, hogy ezt így megmutattam, mert így látjátok, hogy tényleg olyan a játék, hogy kapsz egy-két ütést is, vége. Nem is csinálom meg ezt a mellékküldetést így a játékban. Látjátok, hogy milyen szerintem ez is bebizonyította azt, hogy ez inkább egy ilyen kis lopakodós és megfontolt open world, mint ez a egyenesen szemből belemenős. Azoknak tudom ajánlani, akik szerették a Metal Gear-t, de azért annyira nem szeretnek lopakodni, illetve igazatok van, hasonlít a Witcher-re is, a Skyrim-re is, a Xenoblade-re is, nagyon sok eddigi open world játékra, de mégis tud valami újat a Horizon. Lehet, hogy csak a grafikája, lehet, hogy a főszereplő személye, de hogy az egésznek elég jó hangulata van. Ja, és igen, ez nem PS Pro, ez a sima PS4-en is így néz ki. Köszi szépen, hogy velem tartottatok, hogyha szeretnétek még a későbbiekből gameplayt, akkor jelezzétek kommentben, mert jön a Zelda Breath of the Wild is. Szevasztok!